Fotósoknak bohóckodott Demján Sándor a Művészetek Palotájában. Az ő cége építette az épületet. A harmadik leggazdagabb magyarként számon tartott üzletembernek bankja is van, és az egyik legnagyobb munkáltatói szervezet elnöke. Időnként Orbán Viktornak is megmondja a véleményét. Miniszterelnök úr, nincs unortodox gazdaságpolitika. Ez a legortodoxabb gazdaságpolitika. Demján Sándor vezeti a Takarékszövetkezetek érdekvédelmi szervezetét is. Többször kritizálta a takarékok kormány által kezdeményezett összevonását. Az erről szóló törvényt 2013-ban fogadták el, az integrációt Spéder Zoltán milliárdos nagyvállalkozó irányította. Demján Sándor két hete már sokadszor nyílt levelet írt Orbán Viktornak, mert szerinte a miniszterelnököt és a kormányt is félrevezették. Azt írta, hogy Spéder Zoltán és üzlettársai céghálót szőnek a takarékszövetkezeti szektor köré. Demján Sándor szerint Spéder a takarékokkal finanszíroztatná saját bankjának, az FHB-nak a veszteségeit. Orbán Viktor hat nappal később azt válaszolta, hogy a szükséges lépéseket meg fogják tenni. Másnap a parlament törvénnyel írta át a szövetkezetek összevonásának szabályait. Ezzel egy időben a kormány közeli média egy része lejárató kampányt indított Spéder Zoltán ellen. Az érdekeltségeinél házkutatást tartottak, az FHB bankot pedig 105 millió forintra bírságolta a Magyar Nemzeti Bank. Demján Sándor szerint az integráció vezetői jártak jól a takarékok összevonásával. Spéder Zoltán és üzleti köre az különböző módon magának előnyt kovácsolva a 130 ezer részjegy tulajdonos, ezeket a kárára gazdagodik, ezt írtam le. És ez a törvény, amit elfogadott a parlament az ön levele után, ez megszünteti ezt a helyzetet ön szerint? Azt még nem tudom. Azt is mondta, hogy szerinte nem a takarékszövetkezetek összevonása miatt vizsgálják Spéder érdekeltségeit. Én szerintem más összefüggésű, az nem a takarék integráció. Matolcsi György egybankelnök a parlamentben egy szocialista képviselő kérdésére elismerte, hogy a sajtóban megjelent hírek hatására bírságolták az FHB-t, és azt is mondta, ha a takarékok összevonásának voltak hibái, azokat fel kell tárni.